Tehát arról kellene beszélnem, hogy hogy vagyok, mi az, ami foglalkoztat. Hát leginkább az foglalkoztat, hogy hogyan tudnék végre lassítani újra, mert hogy nagyon sok minden összejött, de gondolom, hogy ez nem csak az én problémám, vagy kihívásom, nevezzük így inkább, hanem sokaké. Nekem azért furcsa, mert egy ideje el vagyok tőle szokva, hogy túlságosan pörögnek körülöttem a dolgok. Tehát egy lassúbb életet élek, erre van is egy angol kifejezés, az a slow life, vagy live, úgyhogy nagyon szeretnék visszatérni a lassítottabb élethez. Ahogy öregszem, vagy öregettem, az extrovertált emberből introvertáltabbá váltam, és nagyon érzem azt, hogy kellenek ezek a befelé forduló idők. Rendet kell raknom, azt hiszem magam körül, magamban, és főleg magam körül. Nem tudom, hogy kinek mi ismerős, de én úgy láttam, hogy időnként, hogyha kívül rendet rakok a lakásba, ami most viszont tényleg úszik, akkor valahogy belül is leüllepszik, rend lesz, és akkor újra neki tudok így átlátva a dolgokat rendszerezni, alkotni, amit már nagyon várok. Voltak olyan napjaim, amikor úgy éreztem, hogy kiabálni fogok. Sikogatni még nem akartam. Azért, mert már a két kezemmel nagyon régen alkottam, úgyhogy ilyenkor jól jön az okostelefonom, aminek a segítségével tudok legalább digitálisan ezt-azt-azt alkotni. Szóval a lassítás az szerintem fontos az életünkbe, a befelé fordulás, és igazából tényleg erre vágyom most. És egy olyan embernek akarom továbbadni a labdát, aki szintén nagyon tud pörögni, és ez nem más, mint Sziporka Vandál képzőművész.